Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Kicsit eltérő a setup a szokásostól, de szerintem már sejtitek, hogy miről van szó, ugyanis sztoriba már tettem ki. Kaptam egy Dyson V15 Detect porszívót, ami a Dysonnak a legújabb porszívója, és hogyha láttátok már takarítós videómat, akkor tudjátok, vagy legalábbis el tudjátok képzelni, hogy milyen szinten izgatott voltam, amikor megkaptam ezt a porszívót. Körülbelül 2-3 hete van egyébként nálam, azóta nagyon-nagyon sokat használtam, rengeteget tesztelgettem, próbálgattam, és határozottan megvan a véleményem, elképesztő egyébként. Szeretném nektek nagyon-nagyon gyorsan egy picit felvázolni a kicsit technikaibb adatokat, és elmondani, hogy mik az újdonságok, mik azok, amik ugyanolyanok maradtak, illetve, hogyha szeretnétek venni egy ilyen porszívót, akkor mik azok a dolgok, amikre számítanatok kell. Menjünk végig gyorsan azokon a dolgokon, amik ugyanolyanok, mint az előző porszívomnál. Ha valaki nem tudná, akkor nekem egy V11 abszolút extrém volt, és természetesen vannak olyan dolgok, amik nem változtak. Természetesen maga a készülék az nem változott kinézetre. Nagyon gyorsan ide gyűjti a felszívott port, illetve koszt, itt van maga a motor, és itt van egy kivehető és tisztítható szűrő. Ahogy látjátok, az enyémet egyébként pont ki kellene mosni, úgyhogy lehet, hogy ezt is meg fogom nektek mutatni, hogy hogy kell. Nagyon egyszerű egyébként, egy kattintással ki és vissza is lehet tenni. Itt található az LCD kijelző, ahol minden információt igazából mutat neked a porszívó. Nem sokára elmondom az új funkcióját is, viszont itt tudod beállítani a szívási erősséget, itt látod, hogy mennyi ideig tudod még használni az aksit, illetve, hogyha bármi probléma van porszívózás közben, akkor itt kapsz rendszerüzenetet. A tároló kiürítése elképesztően egyszerű, ugyanazzal a mechanikával működik, mint eddig. Itt van ez a piros kis kar, amit egész egyszerűen előre kell tolj, amitől kinyílik a kis fedél, és természetesen ezt egy kuka fölé tartva nagyon egyszerűen ki tudod üríteni, egy nyomással pedig visszazárod, és már használhatod is tovább. Nekem egészen pontosan a Detect Absolute van, ami azt jelenti, hogy egy aksi jár a csomagban, de természetesen ezt bármikor tudtok venni a Dysonnál. Így néz ki az aksi, ami akár 60 percen keresztül teljesítménycsökkenés nélkül tud működni. Természetesen ez attól is függ, hogy melyik erősségi szinttel porszívózol, de szinte biztosan mondhatom, hogy nem volt még olyan, hogy elejétől a végéig ne tudjak valamilyen munkafolyamatot befejezni azért, mert lemerülne az aksi. Nincsen most itt nálam, de a csomagban van egy falra szerelhető dokkoló is, ahova be tudod kötni a töltőt, a hálózati töltőt, és hogyha szeretnéd, akkor tudod ott tárolni és tölteni is egyben a porszívódat. Ezen kívül változatlan, hogy van egy kis kiegészítőnk, amit rá tudunk szerelni a porszívónak a csövére, és ezzel tudsz magaddal vinni plusz 2 kiegészítő fejet, ami egyébként elképesztően hasznos tud lenni, hogyha az egész házat takarítod, és szeretnél a rendes porszívózás mellett pókhálót szedni, és a szegélyeknek a tetejét is leporszívózni. Nagyon egyszerűen tudod cserélni, és bármelyik fejet magaddal tudod vinni. Ezen kívül változatlan a kemény sörtésfej, talán ezt használom egyébként a legkevesebbet. Ez akkor tud nagyon hasznos lenni, hogyha mondjuk rászáradt sárfoltot szeretnél egy lábtörlőről felszedni, illetve hogyha valami kárpitra olyan dolog ömlött ki, ami rá tud száradni, és egy kicsit szeretnéd megkapargatni, ugyanis hogyha megnézitek, ennek elég kemények a sörtéi, ezzel nagyon jól el lehet végezni ezeket a munkafolyamatokat. Az egyik kedvenc fejem a részszívó, kanapénál, autónál, ahogy az előbb mondtam, szegélyek tetejénél, akár sarkokat fent pókhálózni elképesztően jó. Az oldalán vannak szellőzőnyílások, hogy ne tudjon ugye beszorulni, és ne tudjon beszívni semmit. Nem nagyon igényel magyarázást, nagyon hasznos. A másik nagy kedvencem a kombiszívóka, amit, hogyha megnéztek, az egyik vége sörtés, sokkal puhább, mint amit az előbb mutattam, és átlósan áll, ami azt jelenti, hogy falhoz nagyon-nagyon szépen oda tud simulni, akkor is, hogyha egészen a plafonig szeretnél felnyúlni. Viszont, hogyha megnyomjátok a kis gombját és lehúzzátok, akkor van egy részszívóhoz hasonló fejetek, csak egy kicsit szélesebb kiadásban. És az utolsó fej, ami ugyanolyan, mint az előző porszívómnál, az a mini puha porkefe, akár dísztárgyakra, akár felületekre nagyon-nagyon jó port törölni, nyilván nem szó szerint törölsz port vele, viszont az is biztos, hogy többször nyúlok ezért, mint egy sima rongyért, hogyha port szeretnék törölni. Nagyon-nagyon puha a feje, semmit nem karcol meg, és nem is porolsz.
És akkor jöhet az izgi rész. Mondom azt, ami miatt mindenki itt van. Ez a fej, amit itt láttok előttem. Jelenleg a porszívógyártás terén ez a legfrissebb, leginnovatívabb, leghigh-techebb dolog, amit el tudtok képzelni. Ugyanis ez a Dysonnak a legújabb kemény padlófeje, ami attól eltekintve, hogy egy picit lett változtatva magán a kialakításán, hogy még jobban össze tudja szedni a port, egy lézerrel van ellátva. Nagyon pontos, speciális szögben van beállítva benne a lézer, ami egyébként itt található, hogy megvilágítsa azokat a porszemeket is, amiket nem láttok. Lehet azt mondani, hogy ez egy kicsit ilyen humbuk és felesleges, viszont amikor elkezdett használni, akkor jössz rá, hogy nagyon hasznos, és tényleg segít a takarításban. Nagyon fontos, hogy a lézer, amit elhelyeztek benne, teljesen biztonságos emberi és állati szemre is, úgyhogy ettől nem kell tartanotok. És ezen kívül, ami szerintem egy nagyon menő és nagyon hasznos újítás, hogy ugyanúgy, mint eddig a szőnyeg fejeknél, most már a soft roller fej is tudja az automatikus szívás erősséget. Tehát, hogyha több vagy nagyobb szemcséjű port érzékel, akkor automatikusan ő is felkapcsol nagyobb fokozatba. És ahogy úgy érzi, hogy elfogyott a nagyobb mennyiségű vagy nagyobb méretű szennyeződés, por, kosz, lejjebb is kapcsolja magát, úgyhogy még optimálisabban tud működni. Ami nagyon tetszik, ha bár ez nem technikai információ igazából, eddig a Dyson fejeknél volt egy kis rés, amit el kellett fordíts ahhoz, hogy kinyíljon a fej. Nem nagy dolog, viszont mindig kellett valami plusz eszköz, amivel ki tudod nyitni. Ennél a fejnél van itt egy kis lyuk, amit egész egyszerűen fel tudsz húzni, és nagyon egyszerűen egy mozdulattal ki tudod húzni. Ki kellene takarítanom a fejet, tudom, viszont hatalmas nagy takarításban vagyunk itthon, úgyhogy ez még várat magára. Ugyanis a fejet, hogyha kitakarítod, ha már szétszedtem, akkor meg is mutatom. Ezt a fejet át tudjátok törölni egy nedves ruhával, semmi baja nem lesz, viszont ő nem kifejezetten szorul tisztításra. Ellenben itt van a roller, ami ugye természetesen végigmegy minden felületen, amit porszívózol. Ezt sima vízzel ki tudjátok mosni, viszont miután kimostátok 24 órán keresztül, kötelezően száradnia kell, ugyanis hogyha víz jut a porszívó motorjába, azonnal tönkre tudja tenni. Úgyhogy nagyon figyeljetek oda, hogy mindig minden részt, amit kimostok, 24 órán keresztül hagyjátok száradni. Most, hogy nézem, a soft roller fejnél, hogyha hajszálakat vagy bármi ilyesmit összegyűjt, egész egyszerűen egy kis ollóval ezt itt el tudjátok vágni, és szépen le tudjátok bontani. Pont meg is tudom mutatni. Ennyi az egész. Leszeditek róla, és mehet tovább a takarítás. És ahogy kivettétek, ugyanúgy vissza is rakjátok, és készen van. A másik nagy fej is hatalmas átalakításon ment keresztül. Ha megnézitek, akkor látjátok, hogy itt vannak ezek a kis piros csíkok, ami lehetne akár csak dizájn is, viszont belülről ezek kis fogacskák, amik folyamatosan szedik le a hajszálakat, akár állati szőrszálakat porszívózás közben, ezzel megelőzve azt, hogy akár akadályozza vagy megállítsa a rollert, és hogyha közelről megnéznétek, nem hiszem, hogy innen látni fogjátok, de talán halljátok, hogy folyamatosan fésüli ki belőle. Én sokkal többet használom a kemény padlófejet, édesanyja viszont szőnyegfejrajongó, elképesztő, hogy mit tud csinálni a szőnyegekkel. Ezt egyébként, hogyha megnézitek ebben a videómban, akkor látszik az első szőnyegtesztes videónál is. Ezen kívül
egy porszívóval se tudtam még olyan szinten kitakarítani egyik szőnyegemet se, mint amióta Dysont használunk. Mondtam, hogy rajongó vagyok, úgyhogy én szóltam előre. És akkor az utolsó dolog, amiről hallottam egyébként negatív kritikákat, viszont nem kifejezetten értem, ugyanis nekem eddig is ez a három fej volt a kedvencem. Az előzőnél is, viszont itt is. Ez a kicsi, a matracfej, ami egy hatalmas újításon ment keresztül, és az előzőt is megszállottan imádtam, viszont ez még jobb, mint az előző. Úgyhogy nem értem, hogy van olyan, akinek ez nem jött be. Megkapta ugyanazt a fejlesztést, mint a nagy tesója. Hivatalos nevén egyébként ő a Hairscrew motorizált tisztítófej, illetve a legújabb funkciója az az állatszőr felszedése, ami nem szó szerint új funkció, mert az előző is felszedte, viszont ez valami csoda. A családhoz tartozik egy nagyon kedves 40 kilós Doberman, és aki ismeri a fajtát, az tudja, hogy icipici szőrszálai vannak, olyan, mint a szempilla, mindenbe bele tud állni. Ez a fej úgy szedi ki mindenből, mintha ott se lett volna. És ami nagyon érdekes, hogyha megnézitek, egy kúp alakú kialakítást kapott a fej, belül is maga a keferész, ami forog, kúp alakú, és nincsen csatlakoztatva a széléhez. Ami azért nagyon jó, mert ha hullik a hajatok például, egyáltalán nem tud felakadni sehova, ugyanis ez a fej, ahogy forog, spirálisan végigviszi a hajt, és egyből felviszi a dobba, nem tud sehova beakadni, nem tud semmit megállítani, akadályozni. Csináltunk vele több tesztet is, úgyhogy ezt is meg tudjátok nézni a használat közben. A csomag tartalma egyébként még egy low reach adapter, ami egy hajlítható cső, amivel még jobban befértek a bútorok alá. Fogalmam nincs, hogy hol tettem, de őszintén megmondom, hogy az egy olyan kiegészítő, amit nem hiszem, hogy használni fogok, mert nekem amilyen bútoraim vannak, tökéletesen befértem mindig mindenhova, mivel ezen is gégecső van, teljesen simára le tud menni, ennek a szőnyegfejnek is teljesen vízszintesig lehajlik a feje, úgyhogy egyszer nem volt olyan problémám, hogy valamilyen bútor alá nem fértem volna be, ahol szerettem volna porszívózni. És ami egy nagyon érdekes újítás szerintem, a porszívóban van egy piezoszenzor, ami másodpercenként 15.000 alkalommal számolja meg a légnyíláson keresztül haladó porszemcséket, amiket te az LCD kijelződön látsz, és tudod követni, hogy mekkora méretű porokat szedtél fel. És ez azért nagyon fontos nekünk, mert ahogy áthaladnak a szenzoron a porszemcsék, elektronikus jellé alakul az akusztikus vibrálásuk, és erre tud a porszívó reagálni, hogy erősebben vagy gyengédebben kell szívjon. Ezek lettek volna a legfontosabb információk a Dyson V15-ről, hogyha szeretnétek bármi pluszt tudni róla, vagy kíváncsiak vagytok használatra, esetleg szeretnétek egy Clean With Me videót, ami nagyon-nagyon régen volt már, akkor azt jelezzétek nekem a kommentbe. Nagyon szépen köszönöm a Dysonnak, el se tudjátok hinni, hogy mennyire örülök neki, és már most mennyit használtam. Mondom még egyszer, ha bármi kérdésetek van, akkor azt jelezzétek nekem a komment részlegben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a következőben találkozunk. Sziasztok!